Kenesei Krisztián számára a labdarúgás családi örökség, mivel édesapja, valamint bátyja is ezt a sportágat választotta hivatásul, így nem volt kérdés, hogy ő is erre a pályára lép, és azonnal kiderült, komoly affinitása van hozzá. Mesélték a szüleim, hogy lementünk Balatonra egy pár napra, és ott beálltam az idősekhez, az idősebbekhez, felnőttekhez focizni, és hogy fú, mindenki nézett, hogy micsoda tehetséges gyerek van itt. Hát én erre azért annyira nem emlékszem, és így ezáltal itt szép folyamatosan én is elkezdtem focizni. Bár kevesen tudják, de gyermekkorában aztán kétszer is felhagyott rövid időre a focival, és Bruce Lee hatására kis hián karate bajnok lett belőle. Családjának köszönhetően azonban mindig visszatalált a zöldjepre, és 1989-ben az MTK-hoz került. A Serdülő egyben játszottam az MTK-nak az utánpótlás csapatában, még ott is fiatal voltam én, és az első évben azt hiszem már gólkirály is lettem ott Serdülő egyben. Mindig akár korosztályokkal feljebb szerepelt az utánpótlásban, 15 évesen már heti egyszer-kétszer a felnőtt együttessel is edzett, aztán 1993 nyarától az első csapattal kezdte meg a felkészülést. 16 éves voltam, nem tudtam először hova tenni ezt, nagyon boldog voltam, de kicsit még gyereknek éreztem magam, attól függetlenül, hogy rengeteget változtam. Szeptemberben léptem be az első csapat öltözőjébe, teljesen más millió, minden más az edzések, úgyhogy onnantól kezdve meg teljes mértékben ott játszottam. Közel 30 évvel ezelőtt tehát nem akármilyen öltözőbe került be a Kiskenesei Krisztián. Nyilván játszottam együtt a Híres Gabival, Zsiborás Gabival, Talapa Jani, Turbék Pisti, Jovár Robi, Hámori Feri, Szabó Tibi, Pancsa Miki, ne felejtsük el, akivel azóta is tényleg jó kapcsolatot ápolok. Szóval rengeteg és olyan futballista, aki azért egy nagy név volt már akkor ugye az NB1-ben. A mai kékfehér labdarúgóktól gyakran halljuk adásaink során, hogy mennyire befogadó közeg jellemzi az MTK Budapestet. Ez akkoriban sem volt másképp. Próbáltak segíteni, hát leültem, emlékszem a Horváth Csabit, úgy volt, hogy elmegy a Vasasba, és leültem a helyére, mert mondták, hogy itt megüresedett egy fotel, ugye akkor még fotelek voltak az öltözőben, egy barna fotel, leültem a helyére, és egy hét múlva visszajött a Csabi, és nézett, hogy ott ültem, mit csinálsz itt kicsi a helyemen. És akkor néztem, hogy mi fog történni most, és akkor hát gyere át ide, és akkor a Talapa Janék mellé ültem, akik azért akkor már nem voltak egy fiatal játékosok, de nagyon hamar befogadtak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat számított az, hogy megmaradtam olyan, amilyen voltam, plusz hát ugye látták azért edzésen, hogy nem vagyok egy ijedős srác, megcsináltam ugyanazt, amit Serdülőben vagy Ifiben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém volt ezzel, hogy nagyon hamar tényleg befogadtak a srácok. 1993. júliusában már a szezon első meccsén pályára léphetett csereként az akkori edző Gelle Imre jóvoltából, aztán hol kezdőként, hol pedig a kispadról beállva segíthette csapatunkat. Labdát szereznek az MTK-sok, itt az első lehetőség, Kenesei vezet az MTK. Egy villanás, és Kenesei góljával az első percben vezet az MTK, kihasználják a hibát a kékfehérek, szépen rúgja el a fiatal játékos. 1996 és 1998 között Garami József irányította kedvenceinket, a legendás edzőre ma is hálás szívvel gondol Kenesei Krisztián. Velem úgy viselkedett ki igazából, mint hogyha fia lettem volna folyamatosan, és olyan játékosok mellett adta meg nekem a bizalmat, amit az ember el se tudnak képzelni. Ugye válogatott labdarúgók voltak nálunk, a Csertője Uriér, a Hamar Pisti, a Füle Anti, az Orosz Feri, a Preisinger Sanyit ideigazoltuk, és mégis én játszottam, én is az Orosz Feri. És ez elindult, ugye az edzőmeccseken már engem rakott be kezdőnek, a szabadrugást élődtem, szóval igazából kaptam egy megelőlegezett bizalmat tőle, így a bajnokikra. És hát nagyon jó is indult a szezonom, attól függetlenül az első meccsen csináltam egy 11-es, berúgtuk, és hát kiléptem zicserbe az Orosz Feribe, és nem passzoltam le, kihagytam, és lecserélt. És mondta, hogy tudod, miért cseréltelek le, ugye? És hát nem igazán tudtam 18 évesen, hogy miért cserélt le, hiszen jól ment, és elmondja azért, mert ott ment melletted a csapattársad, a Feri, annak le kell passzolni ilyenkor, ha nem rúgod be, passzod le. Tehát egy kicsit ilyen fegyelmezési indokkal.
Az 1996-os 1997-es szezon szenzációsan indult számára, majd sajnos súlyos sérülést szenvedett, de még a sok kihagyás ellenére is 14 góllal járult hozzá a bajnoki címhez. Pályára léphetett aztán Bajnokok Ligája selejtezőkben és UEFA kupában is kipróbálhatta magát. 1998 nyarán Egervári Sándor lett az MTK vezetőedzője, aki kupagyőzelemre vezette a kékfehéreket, majd egy évvel később 19 pont előnnyel bajnokságot nyert Keneseiékkel, a volt szövetségi kapitányról is szeretettel beszélt főszereplőnk. Visszahallottam, hogy volt egy szériám, 16 meccsig nem rúgtam gólt, vagy 14 meccsig, és már mindenki azt mondta, hogy jobb lenne, ha pihennék, és Sanyi bemondta, hogy higgyétek el, hogy előbb-utóbb meg fog törni a jég, és Diós Győrbe rúgtam kettőt, és megnyertük a meccset 3-1-re. És onnantól kezdve elkezdtem megint rúgdalni a gólokat. Szóval nekem is volt az életemben olyan, amikor fönt vagyok csúcson, és azt hiszem, ennyi a világ, aztán volt olyan is, amikor nem, és így megnyertük ugye ezt a bajnokságot is. Lassan 5 éve ismét az MTK kötelékébe került, 2021 nyaráig a Talent programunk keretein belül tehetséges akadémistáink fejlődésével foglalkozott, jelenleg pedig második csapatunknál Kanta József egyik segítőjeként tevékenykedik. Olyan játékosok vannak azért egyre jobb állapotban és feljebb a ranglétlán, akivel én már foglalkoztam, tehát Agártól elkezdve ugye most már ugye a Lantosig szinte minden srácot ismerek, vagy dolgoztam vele, vagy volt a kezeim alatt. Hát a Mityónál például, hogy bemutatkozott az NB1-be, hát szerintem mind a hárman nagyon boldogok voltunk. Vagy ott az egész stábból lehet mondani, hogy nagyon boldog volt, hogy azért csak bemutatkozott egy olyan srác, akinek mondhatom én magamról, de szerintem én a jogkájékat is beléltem, hogy kapott egy megelőlegezett bizalmat, ugye, mert az U19-ben a DV-knél annyit nem tudott játszani, sérült volt, beteg volt. Fölkerült hozzánk, nagyon jó edzett, nagyon jól teljesített végig, egész fél évben, és így magunknak érezzük ezt az egészet, hogy ő most idáig elért. Én is beszéltem vele nyáron, amikor egy picit el volt keseredve, hogy nyugodj meg, etc. jó lesz, hidd el. Szóval ez egy nagyon jó érzés. Hogy főszereplőnket miért üzte Hengten Káte a junior csapatban, majd egy héttel később miért rendelte vissza, kiderül hamarosan. Az MTK labdarúgás YouTube csatornáján ugyanis hosszabb összeállítást láthatnak Kenesei Krisztiánról.